Balsánál a Tiszán komppal lehet átkelni, komp avatással nyitották az idei Balsai Halvat Fesztivált. A komp teherbírását és hosszát növelték meg. A rév Balsát a Borsod megyei Kenézlővel köti össze, és június közepétől újra minden nap 5 órától 21 óráig közlekedik. Darabokra szedték a kompunkat a tiszalöki hajójavító üzemben. 10 méterrel hosszabbodott meg maga a komp, és azt gondolom, hogy a dolgozóinak is kedveztünk azzal, hogy zárt térben tudnak most már dolgozni, a jegyárusítás is így folyik, tehát próbálunk figyelni arra is, aki ott van, és arra is, aki át kell a kompunkon, és hát próbáltuk egy kicsit balsaiassá tenni, úgyhogy az a motívum, ami most a fesztiválunk logóján is rajta van, az most rajta van a komp bódénknak a logóján is. 500 kg halat dolgoztak fel az idei fesztiválon. A bográcsban halászlé rotyogott, ami immár nem csak hagyományos magyar étel, hanem hungarikum. A magyar néprajzi irodalom szerint a halpaprikást halászosan, sokféle módon, akár kórhely halászléként is el lehet készíteni. A balsai halételek minden évben ízletesre sikerülnek. Kíváncsi voltam a helyi ízekre, mert általában Tokajba járunk. Ez miatt most eljöttünk ide Balsára, hogy megnézzük. Járjuk általában most a falukat sorba, és teszteljük a helyi gasztronómiát, és nagyon ízletes itt Balsán is, el kell mondjam. A Szabolcsi Halászati Kft. Szponzorálta idén is a fesztivált. Cégünk, amikor eljön erre a fesztiválra, akkor a pontyot népszerűsíti. Én esküszöm rá, hogy pontyból bármit meg lehet csinálni, mint bármilyen más halból. A halászét viszont ponty nélkül abszolút nem lehet megcsinálni. Mi a pontyot megszabadítjuk a szálkáitól, ez a lényege az egésznek, és a ponty dolga, hogy jó ízű legyen a halászlé. Az eső nem szegte kedvét a helyieknek, a rendezvényen a megyéből származó előadók szórakoztatták a közönséget. A 10 éves fesztiválon a szintén egy évtizedes múltját ünneplő Forfor Dance is fellépett. Az a célkitűzésünk, hogy az autentikus néptáncot egy kicsit új köntösben, táncszínházilag, populárisabb formában reprezentáljuk ezt a közönség számára. És hát ebben a 10 évben a föld összes kontinensén most már több mint 40 országban sikerült, és hát bármerre járunk, mindenhol emlegetjük Szabolcs-Szatmár, Bereg megyé és Nyíregyháza hírnevét, úgyhogy bízunk benne, hogy a jéghegy csúcsa azért még messze van.